A Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban most lesz csak igazán izgalmas a torna, a Gabora Gála 26. évfolyama, hiszen a Real Madrid pályára lép hamarosan a Debrecen ellen. Videoton Real Madrid döntő összejöhet, ugye, ami 1985 után érdekes. Na de előbb nézzük, ott egy szürkevezes, öltönyös, elegáns úriember a közeli Egerből. Csank János végezte el a kezdőrúgást, ugye a Ferencváros egykori edzős, hát szövetségi kapitány is volt, és hát Vácon rengeteget tett a magyar futballért. Hát Csank János végezte el a kezdőrúgást. A debreceniek kezdik a Real Madridnál. 1-es Contreras, 2-es Velasco, 3-as Toni, 4-es Pavón, 5-ös Julio César, 7-es Perez Hurtado, illetve Alex Perez, 6-os Perez Hurtado, 8-as Victor Sanchez, 9-es Morán Escudero, 10-es Tote López, 11-es a csapatkapitány Amavisca, és 13-as Martin Delgado. Amaviscánál van a labda, és Plókai szerelte. Nincs a debreceniaknél ugye a nagy generációból sem Sándor Tamás, sem Dombi Tibor, és majdnem megvan az első gól, de Victor Sanchez elügyetlenkedi az ittszert, és esélyt ad a hárításra. Pavón, Sanchez, na Amaviscá harmadszorra sem, Amaviscá negyedszerre sem. Amaviscá dühöng, nagyon szeretne gólt szerezni, hiszen az első meccsen is rendkívül aktív volt, és hát sokszor keménykedtek bizony az alaegerszegi fiúk, nem kímélték a sztárokat, és ez Amaviscának nem ész lett, olyannyira, hogy kakaskodás is lett a dologból, most pedig majdnem 5 gólt lőnek a debreceniek. Amaviscá remek Plókaitól, és nem sikerül az ismétlés sem. Az a helyzet, hogy eddig a Debreceni Victor Sanchez. Bravo, Laci, minut még. Ez van. Jobb nem jutott eszedbe. Amaviscá. Most is mindvével. Helyen sem. 12-es mez. Szabó László. Szabó Laci egyelőre megúszta gól nélkül. 4 perc telik el. Pavón, Amaviscá sarokkal tovább, de nem jut el Victor Sanchezig. Jöhetnek a debreceniek. Támadás! Sejemnek pakol oda Victor Sanchez a tettes. A Pavón a szélére, Victor Sanchez várja középen, Morán Escudero. Pavón a palánkot használja ki, Amaviscá egysel, Amaviscá egy sarkozás. Őrület! Itt már nem tehetett semmi Szabó Laci sem. Toni Alvarez. Victor Sanchez helyett Victor Sanchez volt az. Victor Sanchez a léc alá bombázott. 1-0-ra vezet a Real Madrid. Kellett rá várni majdnem 5 percet. Na van-e válaszuk a debrecenieknek? Plókai sokszoros válogatott, aki a Honvédban is ugye vitézkedett, tehát ő debreceni születésű. 2-essel Velasco a pályán, Julio César cseréltek, 3-assal Toni, Victor Sanchez és Amaviscá. És pihen Julio César. Jöhet a Debrecen, arany, remek ellentámadás, lefekteti a kapust is, és az üres kaput nem találja el. Az lett volna csak szép, ha ez bemegy. Marad. Mire kimondom, fel sem eszmélnek a debreceniek, 2-0. Velasco növeli az előnyt. Hát igen, egy igen régi frázist mondanék most, hogy demac kapsz. Ez tipikus esete volt ennek, Vajda kihagyta a zicsert. 2-0, Velasco növeli az előnyt. Vajda a lövésébe kapott bele Contreras. Sarokrúgással jöhetnek a debreceniek. Vajda lábában ott maradt az egyenlítés, és az ellentámadásban azonnal büntetett Velasco. 9. perc, 2-0 Velasco.
Velasco meg se tudott mozdulni. Szegény Szabó Laci 3-0. Velasco bombájára nem volt ellenszer. Rövid felső sorokba bombázza a Madrid harmadik gólját. Teljes sort cserél a Debrecen. Csak Plókai marad. Hopp, arany, Plókai, arany. Eladják a debreceniek, Tote. Tote López. Az igazság az, hogy szerette volna megjátszani Tonit, de hát kínálta magát a rövid alsó sarok, és hát López ballába villant, de Szabó Laci mozdulni sem mert, ő is tudhatott. A Rafinál cseles lövéssel 4-0 már. Debrecen a becsület gólért hajt Plókai. Livio Goyan. Livio Goyan azért megoldja. Tote López zavart ott. Tado. Alex Perez. Tote López. Hát ezt jobban nem lehetett volna kijátszani. Egy precíz háromszögezés. Tote López. Velascoval rugat egy újabbat. Ez már a harmadik találta Velascónak. 3 csere a madridiaknál vissza jön Amaviszka. Viktor Sánchez. Amaviszka. Pavon is a pályán négyessel. Amaviszka kérné el. Plókai zár vissza nagyon jól. Amaviszka. Ezt most szabálytalannak látja. Amaviszkának ez sem tetszik. Pedig Tote López odapakolt egyet a debrecenének. Livio Goyan. Nagy István. Vajda. Nem sikerül megtalálni a társat. Ez teljesen céltalan. 12. perc 5-0-ra vezet a Real Madrid. Az első meccsüket elszórakozták, illetve hát az alagerszegek remekül játszottak, és hát 1-1 volt. Szenzációs döntetlen. Vajda telébe püfeli Contrerast. Viktor Sánchez pedig Amaviszkát találja telébe. Aztán egy takarítás debreceni részről. Viktor Sánchez. Igyál meg valamit, a büfében van pénzed. Debreceniek csak kihozzák valahogy. Vajdáig nem jut el. Perez Hurtado, Pavon. Escudero. Pavon. Ők ketten adogatnak most Viktor Sánchez a sorokban. Viktor Sánchez. Ho-ho! Ez igen. Viktor Sánchez, a pókriogató. Ettől precízebben egy gyógyszerészen mérhette volna ki a gramokat. Parádés lövés. A 6-0. És Perez Hurtado megy le, és Julio César 5-össel vissza. Sejem. Azonnal visszazár, most a Real Madrid nem szeretne gólt kapni. Nagyon bennük van az, hogy az első meccset nem sikerült megverni. Hát, ez most büntető gyanús volt, nagyot esett ott. Sejem, Vajda. Jó cselekkel tartja meg. Ulvecki. Közben Martin Delgado cserélte a kapust, tehát Contreras pihen. Martin Delgado a kapuban 13-as, a Lamaviszka, remek labda. Moreno Hurtado! Velascónak úgy látszik, ma a gólt kell lőnie, akkor is, ha nem is akar. Szegyen Lamaviszka negyedik gól. Ez most Velasco negyedik találata.
Morán Escudero előtt kapura, és hát átsorgott a debreceni kapus lába alatt. Meg lesz-e a nyolcadik? Morano Escudero, bravo! Szabó Laci parádés védése. Alex Perez, 7-0, 4 perc van hátra. Na, meg lesz-e a Loki becsület gólja. Hajda, lefordul Julio Cesarról, megforgatja rendesen. Csak hátra Aranyig, külsővel, Hajda. Nagyszerű csel, és a rövid alsó sarok a kapufa hárít Martin Delgado helyett. Morán Escudero, a kapufa is segít. 8-0, 2-50-nel a vége előtt. Nagyon rákészült a másik meccsére. A második csoport meccsén rendesen oda teszi magát a Real Madrid. Vajdával szemben Julio Cesarról a szabálytalan. Na, talán egy távoli szabadrúgásból be lehet venni Martin Delgado kapuját. Na, nézzük Vajdát. Hey! A kapufa, az a fránya kapufa. Parádés lövés volt Vajdától. Martin Delgado-nak szerencséje volt. Julio Cesar, Delgado, Tony, megint Tote López, Velasco. Ez is összejön nekik. Tony. Lassan számolni lehet, mint a cicázgatnak a madridiak. Nem lenne szerencsés, ha azt mondanám, hogy barcelonázik a Real Madrid. Na, nézzük Velascót! És pár centit tévedett, marad a 8-0. Újabb szabadrúgás. Ezúttal Vajda vállalja el. Nagy Zsolt. Az elő jó ment. Most. Nagy Zsolt. Martin Delgado fogja. Remek szabadrúgás Nagy Zsolttól. Meg lesz-e a 9. Tote López? Nem. Szabó Laci. Szabó Laci érezte, hogy ki kell futnia. Nagy Zsolt. Elnézést, az előzetes névsor szerint 7-essel Vajda volt megadva, de Nagy Zsolt a 7-es. Na, még 6 másodperc, na Velasco megrúgja a 6-odikat? Nem. A Debrecen tehát 8-0-ra kapott ki a Real Madridtól, Velasco 5-ször volt eredményes, tehát Debrecen, Real Madrid 0-8, és őrület a pályán, ugye. A srácok persze megrohanják a sztárokat. Hamarosan folytatjuk a Salgótarján a Real Madrid csoport rangadóval. A Realnak győznie kell a csoport elsőséghez, a Salgótarján pedig hát beírhatja a történelemkönyvbe, hogy játszik a Reállal. Egyelőre ennyit.